Kellemetlen helyszín várta a harmadik fordulóban a János Somorja csapatát, Lébénybe látogatott az együttes, ahol tavaly ősszel 1-0-ás vereséget szenvedtünk, és általában jellemző Lébényre az, hogy itt mindig nagyon nyögvenyelő, szoros meccseket játszunk, kevés sikerrel, ettől függetlenül természetesen győzelemre tört a csapat. De nem nekünk állt az ászló. Az elején rögtön a Lébény lép fel támadólag, a 10. percben egy szöglet, elkerüli még a kaput Kopf Kálmán fejese. Jellemző volt az első fél időben, nagyon kevés volt a helyzet. A 17. percig kell várni, hogy eljussunk a hazai 16-osig, egy lövés. Tóth az, aki fölé bombázta, nem volt igazán veszélyes. Ellentámadás Lébényi oldalról. Szedlacsek lefordul, lőhet is. Nem tudom, hogy Bári fogta volna-e. Igazából nem kell, hogy kiderüljön, elkerüli a kaput. Újabb Lébényi akció. Eladott labda az ellenfél térfejének közepén, ez már az első félidő vége, a 45. perc, jöhet a kontra. Létszámban megvagyunk, csak nem vagyunk túl határozottak. Egy távoli lövés, és Bári ugyan beleüt, de a tenéről lecsúszik a labda, és utat talál aztán a kapu oldalába. Nagyon rosszkor pont a félidő végén, 1-0-ra vezet a Lébény. Szedlacsek volt a gólszerző, talán fogni lehetett volna ezt a lövést. Életileg nagyon jókor tehát a hazai találat. A második fél időben nagyobb fordulatszámra kell kapcsolnunk. Egy beadás, kifejelik még a hazaiak. Sebők leveszi és lő sajnos középre. Talán, hogyha a kapufa közelébe megy, akkor nem fogta volna a hazai kapus. Így nincs igazi gólveszély. 53. perc, Tóth lódul meg. Kertész odalép neki. A játékvezető pedig a zsebéhez nyúl. Érdekes módon azonban Tóthoz lép oda, és felmutatja neki a második sárgalapot műesésért. Nagyon furcsa ítélet, a hazaiaknak persze tetszett, a miénk nem is igazán értik, hogy mi történik. Tóth ment volna a 16-os irányába, megcsinálja a cselt, elhúzza a védő mellett, látszik a védő mozdulatán, hogy nem a labdára irányul, próbál belépni Tóth elé. Talán egy lévenyi sárga jogosabb lett volna, innentől létszám hátrányban a János Somorja. Ráadásul az 57. percben egy újabb furcsa szituáció, Kopf ráesik Nagy Rolandra, nem volt ez igazi szabálytalanság, ettől függetlenül 11-es, amit értékesít a Lébény nagyon higgadtan, már 2-0 az előny, Szabó megvárja, míg Bári elbírán az egyik oldalra, emberhátrány és 2-0-ás hátrány, szinte kilátástalan helyzetben vagyunk, és továbbra is jön előre a Lébény, ez egy sárközi lövés, ami elkerüli a kaput, nem sok sanszunk volt ezekben a periódusokban a mérkőzésen. Próbáljuk rendezni a sorokat, egy távoli lövés, messze elkerüli a kaput. Szalai volt az, aki megeresztette a 60. percben, ennyire futotta az erőnkből sajnos a második félidőben. Aztán legalább a létszám egalizálódik, Szalkának lépnek oda hátulról, Sallai megkapja a második sárgáját, így a 63. percben elhagyja a pályát. Lett volna még majdnem fél óránkkal, hogy azonos létszámnál esetleg kiegyenlítsünk, vagy szorosabbá tegyük a meccset. Ívelgetésekkel próbálkozunk ekkor. Ott pattog még a Lébényi kapu előtt a labda, Drobni cserezti meg jó 14 méterről, de sajnos erőtlen a lövés és középre megy. Általában jellemző volt az, hogy a lövéseink középre mentek. Szalka sem talál kaput, ez már a 66. perc. Az idő ellenünk dolgozik természetesen. Igazán nagy gólhelyzetet továbbra sem tudunk kialakítani. Ráadásul hátrafelé is figyelni kell, hiszen jön továbbra is a Lébény. Ez Nagy Roland lövése a 69. percben. A távoli lövések és ívelések után próbáljuk a földön is tartani a labdát, passzokkal jövünk előre. Egy középretett labda, Sebők megforgatja még az embereit, kettőn is átverekszi magát, ezt azonban védi a kapus és kifejelik aztán a védők. Ebből sincs gól és nagyobb helyzet sem sajnos. Már csak negyed óra van hátra és továbbra is jön a Lébény. Igaz, hogy nem veszélyeztetik igazából Bári kapuját, de ezzel is megy az idő, ez nekik tökéletesen megfelel. A 77. percben Winter unja meg a passzolgatást, ez a lövés sem veszélyes, erő volt benne, pontatlan. 80. perc, Szabó kap jó labdát a 16-oson belül, lefordul belőle, hát ehhez hasonló lövéseket láthatunk a János Somorjától is szinte 90 percen keresztül. Még ugyanebben a minutumban ellentámadás, Winter kap jó labdát, elteszi a kapu mellett, furcsán fel is pattan a játékszer, de nem talál utat a kapuba. Ez volt az utolsó helyzet a János Somorjának a találkozón. Van még egy Lébényi válasz a 83. percben, és mellé megy. Nem mondhatjuk azt, hogy eseménytelen volt a mérkőzés, a támadó játékunk nem volt az igazi, a játékvezető is talán közreműködött egy kicsit abban, hogy elszenvedi első vereségét a János Somorja ebben a szezonban. Pont nélkül távozunk tehát Lébényből.
Vasárnap itthon a Rajka ellen a mutatott játék lehet, hogy kevés lesz a győzelemhez. Hát én úgy érzem, azért ennyire sima nem volt, főleg az első fél időben. Egy kicsit a játékot hiányoltam a csapattól. Aztán, mikor elkezdtünk játszani, akkor úgy néz ki, akkor nekünk állt ez a meccs. Sikerült gólokat lőnünk, főleg a Sedlacek Zoli gólja, azt hiszem, élményszámba ment. És a János Somorja is azért egy egész, tehát egy nagy akadály nekünk, mindig, nagy mummus. És most úgy néz ki, össze is sikerült őket megvenni hazai pályán, meg most újra, tavasszal. A mérkőzést úgy érzem, hogy hát első 20 perc egyenlő erőket hozott, majd picit talán kontrákba fölénk nőtt egy picit a lébény, majd a legjobb pillanatban lefújás előtt egy 10 másodperccel egy szerencsés messziről eltalált lövéssel megszerezték a vezetést. Második fél időben sajnos nagyon korán, számomra egy kicsit érthetetlen módon emberhátrányba kerültünk, ez sajnos rányomta bélyegét a mérkőzésre, majd ezek után úgy érzem, hogy mentálisan esett szét a csapat, és sajnos 2-0-ás vereséggel zártuk a mérkőzést.